Két havonta cserélődik az a kiállítási anyag, amely az Árpád Fejedelem általános iskola aulájának falán tekinthető meg. A szervezők több éves múltra visszatekintő hagyományt elevenítenek fel a helyi tehetségek tárlatával, amelyet a pedagógusok és a diáktársak is érdeklődve tanulmányoznak. 3-4 évvel ezelőtt is már elkezdtük, és egy-két tanítványunknak a kiállításait meg volt jelenítve, ami nagyon-nagyon örültek neki, és a társaik nagyon figyelmel kísérték igazából végig a munkájukat. Most újra elkezdtük ezt a kezdeményezést, első fél éve már egy kiállítás lett egy 8. osztályos tanulónak, kis Nórinak, és a gyerekek nagy figyelemmel kísérték végig a munkáját, volt kis vendégkönyve, amiben egy-egy gondolatot beleírtak, egy-egy tanácsot, jó kívánságot, vagy éppen gratuláltak a munkájukhoz. Most ugyanúgy egy ifjú tehetségnek a kiállítása valósult meg Gábor Zsófiának, 7. B osztályos tanuló. Neki is kint lesz a vendégkönyve, az egy picit még várat magára, de oda is be lehet írni minden szépet és jót, jó kívánságokat a munkáiról, illetve az ő kis személyiségéről esetleg. Két havonta cserélődik, lesznek páros kiállítások, és igazából téma az nincs meghatározva, mert a tehetségeket keressük, kutatjuk. Ami nagyon-nagyon szeretnek, azok a manga figurák. Na most ettől egy picit megpróbálunk elvonatkoztatni, és a manga figura mellé becsempészni csendéleteket, tájképeket, egy picit rávezetni őket a grafikai munkákra. Itt a Zsófi munkájában látszik is, hogy teljesen óvodáskortól egészen 7. osztályos koráig ki vannak téve a képei, ő dolgozik digitálisan is, ő dolgozik szénnel, ceruzával, tustintával, tehát ő az az egyik nagy tehetség itt az iskolánkban, aki mindent kipróbál és érdeklődik minden után. És mennyire népszerű a többi diák körében? Megállnak itt a kiállítás előtt, vagy tovább mennek? Tehát figyelmel kísérik egymás munkáit? Igen, megállnak, rácsodálkoznak, sőt még meg is tapogatják, hogy mivel készült. Szoktuk mondani, mindent a szemnek, semmit a kéznek. Rácsodálkoznak, és tetszik neki, amit a diáktársaik itt megalkotnak. Tehát nagy szenvedéllyel készülnek. A 7. B osztályos Zsófi igazi tehetség. Munkáiból készített válogatás óvodáskorától kezdve dolgozza fel digitális, illetve hagyományos technikával rajzolt alkotásait. Az ifjú művész szénnel, ceruzával és tustintával is rajzol. Mivel, hogy már óvodáskorom óta rajzolok, ezért ugye volt elég sok időm így fejlődni, de így szerintem felsős koromtól így kezdtem el így jobban így belemenni így a mindenek a részleteibe, meg ilyen. Mi a kedvenc alkotásod, és mivel szeretsz leginkább dolgozni, rajzolni? Szeretek digitálisan, mert akkor a hibákat egyszerűbb kijavítani, de vízfestékkel is szeretek. A kedvenc alkotásom nagyon nincsen, de a legújabb az a ilyen boszorkányos. Mennyi alkotásból merítettél most, mennyi képet láthatnak itt a diáktársaid? Szerintem egy 10-nél több van, hogyha így mostaniból kellene, akkor valószínűleg csak így ilyen 5-6 lenne, mert nem szoktam befejezni, de így esténként füzetbe szoktam sokat rajzolni, mert unatkozok, vagy nem tudok aludni. Tehát akkor jelenleg is dolgozol a következő alkotáson? Igen, csak azok nem készek, hanem csak így ilyen kis unatkozósra.